körülbelül 3 éves volt, amikor játszótéren egy apuka valamit ott velem próbált kommunikálni, és mondta, hogy menj innen, te zongora, te billentyű, te hínár, te mocsár. Hogy bírod a kamasz éveket? Elkezdtem sikítozni, ugrálni, zokogni és tombolni a lakásban, és mikor mondtam, hogy Misi, fölvettek, fölvettek, és azt mondta, király. Hello! Szia! Szia! Jaj, de szép vagy! Megint! És mindig! Te. Köszönöm! Szép! Tudod, ez egymás állán melegetése övet kapcsol be, és én meg elindulok. Jaj! De én azon gondolom, én láttam már ilyen riportadat, és azon gondolkodtam, hogy az egy dolog, az ember tud beszélgetni vezetés közben, de hogy ez egy olyan beszélgetés legyen, amit kvázi te irányítasz. Én nem tudom, hogy tudsz közben odafigyelni. Ja, hát mert most szeretek irányítani, duplán. Úgyhogy kérdezz. Volt már olyan, hogy a Six-el, az Index média kritikusával igen, csináltunk egy olyan külön kiadást, hogy ő kérdez engem. És kiderült, hogy nem tud vezetni. Úgyhogy nekem kellett vezetni úgy, hogy közben interjú alany is voltam. Az rosszabb. Én szoktam úgy. Az rosszabb, igen? Persze. Hát mert nincs, nagyon sokszor nincs időm, és akkor én szépen kihangos... Az újsági... Ja, úgy. Nem kihangos, igen, és ráadásul telefonon, igen. És így nincs is normális telefontartom, tehát így összeeszkábáltam valamit az autó. És így próbálom mondani, miközben, igen, igen. De ez egy kicsit ilyen Bridget Jones. Nem? Tehát, hogy jaj, várj egy kicsit, közben, ha igen, igen. De hogy most is egy kicsit ilyen zaklatott időszakod van, nem? Mert amikor felhívtalak, akkor hirtelen azt sem tudtad, hogy merre van előre, hogy most ráérsz te erre, vagy nem? És amikor mondtam, hogy igazából ez plusz idő, nem, tehát ez nem plusz idő, igen, akkor úgy igazából de... Mert egy kényelmes is, veled csacsogok az autóban. Igen, de most valószínűleg tanulnál, vagy nem tudom, tanulnék, igen, és most sokszoros, tehát olyan információ, azért vagyok ilyen fura állapotban, tehát amit most látsz rajtam, nagyon fegyelmezem magam. De miért kell, hogyha nem fegyelmeznéd, mi lenne? Mert nem tudnék egy épkézlább mondatot elmondani, de lehet, hogy... De ez tök jó lenne, tudom, hogy ez nem ér. Pokornilia, ahogy eddig nem láttál. Nem, tényleg nekem azért nehéz, mert azon kívül, hogy most mutatom, tehát, hogy itt van a szövegkönyvem, és akkor ebben vannak sok, ugye... És a kiemelt a te szövegem. Igen. Az igen, elég sok a kiemelt és benne. Igen, és hogy ezt meg kell tanulni. Aha. És nagyon rövid idő alatt, mert kevés időnk van a bemutatóig, összesen 4 hét, ugye a Pillanatfelvétel című darabot próbáljuk. Jó, ez az, amit a Berecki Zolival próbálsz, és most viszek oda a próbájára. Igen. Uh-huh. És nagyon rövid idő alatt kellett megtanulni a szöveget. Tehát napi 2-3 órát tanulom, és nem csak azért, mert nem mászna az ember fejében ilyen mérhetetlen mennyiségű szöveg, hanem bennem tehát teljesen úgy működik az agyam, hogy én egy filmet élek végig. Tehát, mint hogyha nézném a mozit, és... Tehát ahogy olvasol, elképzeled azonnal? Tökéletesen. És igazából a gondolatok mentén tanulom, tehát úgy építem fel az első pillanattól kezdve, természetesen a rendező instrukciói szerint, meg azzal, amit én szépen kiegészítek és beviszem a próbára, hogy egyszerűen a fejembe, tehát én otthon sírok, zokogok, röhögök, görcsöt kapok, tehát ez rettenetesen vicces, hogy fekszem a kanapén. Jó lehet veled együtt élni a szövegtanulás közben is. És én fekszem a kanapén, és gyakorlatilag, tehát az, mondjuk egy kívülről azt hogy kíváncsi lennék, hogy néz ki. Igen. Az nagyon szép, igen, az nagyon szép. Mekkora fiad? 12, előtte ezt nem vállalom. Ez egy kamasz fiú előtt. Nem, akkor mindig, tehát amikor hallom, hogy mocorgás van, és éppen jön arra fel, szendvics kisfiam, mit szeretnél? És mint ugye mi sem történt volt. Semmi, csak hagymát vágtam. Igen, elég tudathasadásos állapot. Igen. Úrjás. És akkor az van, hogy ilyenkor fölkelek hajnalban, aha, és akkor már a kezemben van a szöveg. Uh-huh. És most még csütörtökön Zsíl. Lesz egy másik munkám, köszönöm szépen. Amikor föl kell olvasnom majd egy anyagot, rövid idő áll a rendelkezésemre, de ez egy órás olvasnivaló, és annak olyan flottul kell mennie, hogy tökéletesen fogalmam legyen, ugyanúgy felépítve, aha, hogy mit miért csinálok. Tehát azt még pluszban most minden egyes szabad időmben azzal foglalkozom,
Tehát most két anya kattog a fejemben párhuzamosan. És plusz, közben, amiket még játszol, nem? Plusz, amit játszom, közben most derült ki, hogy a fiamat felvették az iskolába, tehát otthon amiatt is volt egy öröm. Tehát, és közben kiderült, hogy a színházban, most ezt még nem mondom el miért, de mindegy, át kell vennem egy szerepet, és kiderült, hogy nem ősszel, hanem most, ami azt jelenti, azt már játszottam két évvel ezelőtt, egyszer beugrottam, de hogy miről szól, és már valószínűleg május végén, tehát elő kellett vennem azt a szövegkönyvet is, és most így egyszerre azt érzem, hogy így ilyen több csatornán, ilyen nagyon... Tehát folyamatosan mennek a mondatok a fejedbe. Hát akkor azt kell mondjam, hogy nagyon ügyes vagy, hogy így fegyelmezed magad, és hogy egészen jól sikerül a kerekmondatoknak. Komolyan, de úgy örülök, eddig mindennek, volt értelme, amit mondtál. Köszönöm. Képzeld el, tehát, hogy ennyire jól nyomod. De most már hát azért... Lia, azért te most már egy jó ideje vagy foglalkoztatott színésznő, tehát akinek több szerepe van, több szövegkönyvet kell egyszerre futtatni. Ettől nem szenvedek. Tehát, hogy ez gondolom, nem hogy ez nem, igen. Tehát, hogy nem? Ez nem tehát azt érzem, hogy nyilván nagyon terhes azok számára, akik nem értik, hogy ilyenkor velem mi történik, mert néha furcsán viselkedek. Drága nagynéném, anyukámnak a nővérek Útvölgyi Erzsébet. Mm. Igen, igen. És hát én ugye láttam gyerekkoromban, hihetetlen módon most is, de gyerekkoromban valami hihetetlen csodaként éltem azt meg, amikor őt láthattam szöveget tanulni, próbálni, hát és nem is tudom úgy egyáltalán élni. Én azt vettem észre, hogy ő olyannyira színésznő, hogy a legbanálisabb történetet is, ami mondjuk vele történik a piacon, bárhol, úgy adta elő mindig, hogy az egy egész családi vacsorára elegendő muníció volt. Hát hogy elkezdte az elején mesélni, és így ontotta a történetet, és minden szegletéből, a teste minden szeglete mesélt, hogy te is így adsz elő otthon, vagy így élsz, meg mondjuk egy piac történetet is. Igen. Ezt is állandóan vissza kell fognom, mert természetesen van egy energiaszint, amin az ember megszokta, hogy a színpadon létezik. És az nagyon nehéz, bár én hiszek rettenetesen a fegyelemben, nagyon, de azt nyilván nagyon-nagyon nehéz visszafogni. Tehát amikor egy történetmesélésbe kezd az ember, akkor a színek, a szagok, az érzések, az érzékei, tehát minden elkezd, hát most például, hogy a fiamat felvették, ez csodálatosan tanúságos volt, mert... Na meséld el akkor, ezt te hogy... Hát az volt benne a gyönyörű, azért szégyeltem el magam, mert egy kamasz fiúval élek együtt, aki most azt gyakorolja, hogy az érzelmeit azt nem adja azért olyan nagyon könnyen, meg magát. És azért adja, de azért annyira könnyen nem. És gyakorlatilag attól, hogy én megtudtam, hogy őt fölvették, és elkezdtem sikítozni, ugrálni, zokogni, és tombolni a lakásban, és mikor mondtam, hogy Misi, fölvettek, és azt mondta, király. Ennyit reagált, és utána mondtam, de hát, hogy nem örülsz, és mondta, hogy az a baj, hogy elörülted előlem. De mekkora duma ez? Megfosztottam, tehát mondta, hogy muszáj volt kompenzáljalak, tehát ez, és igaza van. Már előre, tudtam, hogy majd igen, tehát hogy nem egyszerűen attól, hogy én ennyire örültem, azt éreztem, hogy ő nem örülhet ennyire, az hát annyira igen, sok. Igen, tiéd volt a pillanat. Hogy még a szomszédok is beszaladnak, tehát hogy ne. Ja, és egyébként, hogy bírod a kamasz éveket? Mert most nyilván, tehát az, hogy az ő, mert hogy olyan nehéz az, hogy az én lányom az 10 éves volt, és hogy picit, hogy a lányoknál előbb kezdődik ez a szem, érzem, melyiknek a direkt bent tartom, csak rám tartozik, az is, ami egyébként rá tartozna, de az is, majd én eldöntöm, hogy mennyit és mikor adok magamból. És hogy ez egy olyan nehéz váltás szülőként szerintem, igen. Amikor egyszer csak azt veszed észre, hogy az, ami eddig teljesen evidencia volt. Tudod, hogy mi a furcsa? Máshogy van. Az a furcsa, hogy egyszer csak nem szülőnek kell lennem, hanem felnőttnek. Aha. Mert eddig mindig megpróbáltam, kisfiam, majd én helyetted, majd én nem tudom, állj, ne. És egyszer csak azt mondom, oké, bocs, hogy szeretnéd? Uh-huh. És hogy nem lehet, tehát ugyanúgy kell vele bánnom, mint egy felnőtt emberrel, akiben nem lehet belemászni. Tehát neki megvan a saját világa, a saját szobája, a saját dolga, a saját gondolata, a saját érzései. Eszmecserét folytathatunk,
És nagyon hálás vagyok, amikor a nyakamba ugrik, és azt mondja, hogy anya. És akkor még egy kicsit, de akkor sem lehet túlreagálni. Tehát, hogy akkor is azt érzem, hogy nagyon jó, de utána megy tovább. Aha. Tehát, hogy nem, hogy nem engedhet, ami nem azt jelenti, hogy nem mondhatok nemet, csak rettentően igényli az észérveket. Volt olyan, hazajött az iskolából, bevonult a szobájába, és pont volt egy gyönyörű hétvégénk, és nem dolgoztam, és akkor mit főzek, és kimentem a piacra, és mindent, amit szeretett volna, sütöttem, főztem, nem tudom, de hogy mindenem meglegyen, majd egyszer csak kijön, na, akkor ő lebeszélte az egyik legjobb haverjával, hogy akkor most átmegy, és ott is alszik. Fölöltözött, és még soha nem volt tömegközlekedés. Tehát én azért elég sokat hozom, viszem, max az iskolába, mert ott áll meg a troli. De a barátjához még nem ment át. Egyedül. Egyedül. Mm-hmm. És így egyszer csak rám csukta az ajtót, és így elment. Szóval akkor ott álltam, hogy én most elbőgöm magam, hogy ezzel most mit lehet csinálni. És mit csináltál? Azon semmi baj, persze az édesanyjával telefonon beszélünk, megérkezett, majd frászt kaptam, ott van. Jó, mert a barát édesanyja. Igen, igen. És másnap érte mentem, és akkor is nagyon fura volt. Hello, csá, tehát egy kicsit úgy átcsúszunk. Mm. És közben a barátoktól is hallottam, hogy egy picikét ő elkezdett másképp létezni. Tehát az, hogy én felnőttem, felnőtt vagyok, és ne szóljatok bele, hogy én hogy működöm. És akkor annyi volt, hogy egyszer csak azt mondtam, hogy figyelj, Misi, szerintem dumáljunk már erről. Uh-huh. És el tudom mondani, mit gondolok. Egyáltalán nem biztos, hogy elfogadod. Jogod van hozzá, hogy azt mondta, hogy köszi, én máshogy akarom. Uh-huh. Legfeljebb szomorú leszek, meg állandóan ideges, hogy mi van veled, de megteheted, az anyukád vagyok, akkor is lesz meleg étel, akkor is imádni foglak, akkor is lesz tiszta ruhád, semmit nem veszek el tőled. Csak kérdés az, hogy te szeretnéd-e a barátokat elveszíteni, vagy tudni azt, hogy fájdalmat okozol, de innentől kezdve rád bízom, dönts, ahogy szeretnéd a te életed. Uh-huh. Anya, ne haragudj, bocsánat! Én is egy picit beleborzongtam, ez nagyon-nagyon szép volt, csodálatos, de azért volt benne egy pici ilyen. Igen, mert mondtam... Figyelj! Igen, csak ilyenkor, amikor beszélgetek vele, soha nem zsarolom, mert ezt teljesen komolyan gondolom. Aha. Döntsd el! Hát figyelj, eléggé határozott vagy, és logikailag neki felépítettnek tűnik, és elfogadhatónak, akkor ez lesz a leteírásod, mert azért még igazából kisfi. Persze, és azért is, mert ugye erről beszéltünk, mi is együtt élünk. Mm. Tehát, hogy nem azért kellenek a szabályok, hogy korlátozzanak, hanem hogy biztonságot adjanak mindannyiunknak. Hogyha te ezt eltöröd, megszünteted, akkor egyszerűen ezek a szabályok nem fognak működni, és nem vonatkoznak sem rád, sem rám. Tehát, hogyha én este 11-kor úgy döntök, hogy most elmegyek, és nem jövök haza csak 3 nap múlva, akkor az is működni fog. És nyilván nem szeretnéd, tehát, hogy fektessük le, hogy miben tudunk együtt élni, és ez tök fontos, és ezt veled szeretném lefektetni. És tehát azért mondom, hogy nem szülőként kell, hogy beszéljek vele. Igen. Ami azt jelenti, hogy én közben pontosan tudom, hogy szülő vagyok, de ahogy kommunikálok vele, mégsem. Azt kell, hogy érezzel a partneret. Igen. És hogy viseli azt ő, vagy hogy viszonyul ő ahhoz, hogy te színésznő vagy, hogy szerepelsz, hogy lát téged, hogy adott esetben mondjuk például róla beszélsz, hogy egyáltalán az egész az, hogy érted, rajonganak, akár más férfiak is, mert ez egy kamasz filmnál ez is már nagyon nehezen szempont. Viseli. Nehezen? Nagyon, nagyon nehezen. Kiskorában rettenetesen hangot adott ennek. Tényleg? Igen. Hogy nem menj dolgozni, meg hát vagy hogy? Egyrészt igen, de amikor ezt megszokta, azt nehezen viseli, amikor egy társaságban vagyunk, de ezt a mai napig, és akkor nem vele foglalkozom. Tehát egyébként ő már simán foglalkozik a barátaimban, a saját kis világában, de amikor az én társaságom vagy hozzám közelítem, kedvencem volt, körülbelül 3 éves volt, amikor
játszótéren egy apuka valamit ott velem próbált kommunikálni, és mondta, hogy menj innen, te zongora, te billentyű, te hínár, te mocsár. Ez volt a 3 éves? Igen. Minden szó, amit eszébe, ami eszébe jutott, nem volt. Igen. Te billentyű. Igen. Ja, Istenem. Igen. És na de azt mégiscsak gondolom, hogy az meg jó neki, hogyha az anyukája boldog. És adott esetben egy párkapcsolatban is boldog. Igen, biztos, hogy így van, de valami, és most már tényleg nagyon fegyelmezett, amikor ez a téma szóba kerül, de mégis azt érzem, hogy oké, magánügyed. Ezt zárjuk le. Ne előttem. Igen, ezt zárjuk le. És inkább azt választja, hogy ne kommunikáljunk, ami szintén nagyon nehéz, mert nyilván én meg azt érzem, hogy ezekről a dolgokról érdemes lenne beszélni, közben meg nagyon nehéz úgy, hogy ebben elég kategórikus. Aha. De régen... Igen, mert mondjuk, igen. Hogyha bocsáss meg, de tényleg, tehát hogyha mondjuk arról van szó, hogy mondjuk van egy férfi az életedben, és te be akarod neki mutatni, akarsz róla beszélni, igen. Meg akarod osztani, hogy most lesz egy új élethelyzet, hogy lehet, hogy ide jön valaki, akkor azért azt kommunikálni kell vele. Igen, és az is nagyon érdekes, hogy azért bennem magamban azt kellett rendezni, hogy nem szabad, hogy lelki furdalásom legyen. Igen. És óhatatlan. Tehát attól, vagy belegondoltam, hogy azért így elvált nőként egy gyereket nevelni, tehát mindig azt érzi az ember, hogy a gyerek az első, és neki, tehát mindent fölül ér. Alá kell rendelni és, magad, igen. És bennem azért... Ebben szóval számot kellett vennem, oké, rendben van, de vajon tényleg boldog-e a fiam úgy, vagy érted? Tehát, hogy ez nagyon-nagyon persze. Érzékeny dolog. Igen, ezért is kérdezem, hogy ez, ugye lehet rólatok tudni, igen. Hogy régóta éltek szimbiózisban, ti ketten, mert igen. Persze az édesapjával is van kapcsolata, de akkor is veled van a Misi, és hogy eszméletlen nehéz lehet ebből a szimbiózisból egy picit nyitni. Akár. Igen, én általában szoktam, hogy igen, van magánéletem, uh-huh. És természetesen akkor beszélünk róla, amikor ő szeretné. Uh-huh. És megpróbálom nem rátukmálni, egyrészt, másrészt meg titkolni sem akarom, de nem akarok többet a vállára rakni, mint amennyit ő szeretne. Igen. Tehát azt hiszem, hogy inkább azzal próbálom, hogy nyitott vagyok, de nem szeretném feltétlenül azt, hogy minden áron beszéljük meg kisfiam. Gyere ide, kisfiam, igen, beszédem igen, van veled. Igen. Én elég zárkózott életet élek, és ezt szeretem, hogy így van. Viszont tele vagy munkával. Igen. És most már egy jó ideje tele vagy munkával. Vagy emlékszel arra, amikor, ugye talán nem is tudom, hogy országosan mikor lettél te mindenki. Ez a beugró. Igen. Beugró. Én azt gondolom, hogy én nem találkozom olyan emberrel, aki azt mondaná, hogy pokornilia, hú, nem szeretem. Valahogy van, így mindenki van. Megnyugtatnak van. Jaj, de jó. Jó van. Erre akartam kiukadni arra, akkor biztos ez nem reprezentatív, de hogy az én környezetemben mindenki kedvel, vagy úgy valahogy a szívébe zárt, hogy ott a 4 vagy nem tudom hány pasi között a beugróban úgy helytáltál, és úgy olyan, nem csak hogy helytáltál, hanem hogy partnerük voltál, pariban voltál velük, hogy te érezted azt, hogy itt egyedüli csajként neked képviselni kell az összes színésznőt, aki improvizációra képes? Nem, én képzeld el, hogy azt éreztem, hogy rettenetesen szeretnem kell azokat a férfiakat, akik ott állnak velem partnerek. Mondjuk igen. Rettenetesen szerethető férfiakkal is igen. Ment ez a beugró. Én egyszerűen nem éreztem azt, hogy harcolnom kellene, ja. vagy most ezt nem, egyszerűen annyira, tehát nem éreztem, hogy attól leszek klasszabb, vagányabb, nőbb. Nem tudom, hogyha én egyszerűen folyamatosan lenyom, vagy nem ez volt a célom. Igen, tekem... nem, azt nem is így kérdeztem, nem. Hogy nem akartam lenyomni, de, csak hogy igen, de éreztél ez... lenyomást, hogy itt egyedül vagyok, na és pariban kell lennem velük, és hogy ezt hogyan fogom elérni. Nem hozzájuk képes, magamhoz képest aha. Éreztem, amikor először megvolt ugye ez a pilot felvétel, és akkor az volt, hogy felhívtak pár hónapban később, hogy a kapitányében a producer, a beugró producer, hogy szeretné, hogy én legyek. És azt éreztem, de hát én nem tudok, tehát, hogy nem... Improvizálni. Igen, tehát, hogy de nem tud fel. De tudsz, hogy nem tudom, hány beugró ment levelet. Még mindig nem hidd el, hogy még mindig nem. Még mindig nem? Még mindig nem tudok. Tehát, hogy... Nem szoktad visszanézni magad?
De. Mert abból kiderül, hogy... És te nem látod, de van, aki, nem, nem, azért vannak jelenetek, amikor azt érzem, hogy na most, most megtörtént. És aztán van nagyon sok, amikor azt érzem, hogy na most meg nem. Jó, igen, de ott azért az egy nagyon sűrű formátum. Tehát ott, hogy ott... hogy ott rengeteg pillanat van, aminek meg kéne történnie, és hát a nagy számok törvény alapján nem fog megtörténni mindegy. Igen. Ettől függetlenül a nézők szerintem ezt kevésbé érzékelik, mert ugye a mai napig játsszuk a színházban, igen, most a játékszínben, és egyszerűen minden áldott estén tényleg az meg azt nagyon élvezem, amikor a többieket nézem, magammal tudok elégedetlen lenni, hogyha nem olyan az este, vagy nem úgy sikerül, és a nézők akkor is imádják, mert látják, hogy ott születik, igen, előttük. Igen, igen, és van valami bakit, nagyon, minden... igen, van valami csoda, igen, abban a dologban, abban az improvizációban. Lehet ebből bármit megtanulni egyébként az impróból, vagy van ennek tanulható része? Persze. Tényleg? Persze, abszolút. Például az, hogy az embernek ne legyenek koncepciói, tehát amikor kapsz egy feladatot, akkor ne legyen az, hogy na majd a hatodik mondatom az lesz, hogy én azt fogok neki mondani, hogy. Aha. Hanem egyszerűen úgy kell ott állni, hogy azt se tudod, hogy melyik kötök fog megszólalni, de amikor az egyik kötök megszólalt, arra nem lehet azt mondani, ez most nem egy szekér, hanem egy autó, hát, hanem ez egy szekér. Ha te azt mondod, hogy mi egy szekéren ülünk, akkor el kell fogadni, aha, hogy az van, amit kimondott a másik. Tehát elfogadod, a másik az, hogy ami először eszedbe jut, azt ki kell mondanod, reagálni. De ez nem bátorság azt kimondani? Mert nincs az, hogy legalábbis, jó, én biztos sem tudnék, legalábbis azt gondolom most improvizálni, mert hogy ebbe kapcsolna az a mindenféle a fejemben, hogy ezt most így kimondhatom, ez elég jó ez. Na ezt kell elfelejteni. Hát ezt hogyan? Hát úgy, hogy kimondod. És utána nem dől össze a világ, hanem megy tovább. Igen. Igen, hogy ezt több helyen is mondtad, hogy sokáig önmagaddal szemben egy ilyen, nem is feszültséget, gátlásokat, vagy nem tudom már, hogy fogalmaztál, okozott, hogy ugye neked nincs színész diplomád. Uh-huh. Az megvan? Benned van még ez az érzés a mai napig? Vagy most már nincs. Elengedt? És ezt mikor engedted el? Arra emlékszel? Hát... hát ez egy folyamat volt, tehát nem egy pillanathoz köthető, hanem egyszerűen azt éreztem, hogy tulajdonképpen elképesztő szerencsés ember vagyok. Közben figyelem. Igen, ne felejtsek el, kanyar. 800 méter. Bocsánat, pedig lehalkítottam. Elnézést, mindenki. A tiéd is beszél. Az enyém is. Ez csodálatos, nem bízunk magunkban, de most... Két nő, innen, egy elektromos kocsi, ez meg két... Én leállítom akkor az navigációmat, és két navi. Jó. Tehát... Csodálatos. Szóval, hogy rájöttem, hogy tulajdonképpen elképesztő szerencsés ember vagyok. Mert nem végeztem főiskolát, és gyakorlatilag azonnal lett munkám. Uh-huh. És nem akármilyen szerepek. És ezen is gondolkodtam, hogy ez hogy történheted meg velem, vagy mi történt? Valószínűleg azért ennek nem csak a szerencséhez van köze, nyilván annak is, nem? Hanem, hogy egyszerűen vannak emberek, akik színésznek születtek. És hát, ha van nekik erről papírjuk, ha nincs, ők azok. Vagy nem tudom, ez nem tudom, milyen gyerek voltál, de hogy... Jó, természetesen... Nem volt ez már akkor is? De nyilván, közben meg arra is gondolok, hogy nagyon-nagyon sokan szeretnének színésznők lenni, és nem lesznek azok. Tehát, hogy ez mind múlik, egyszerűen tényleg olyan különös volt, amikor nem vettek föl a főiskolára, és azt hiszem, akkor már másodszor próbáltam felvételizni, és nem vettek föl. És arra emlékszem, hogy volt egy fél év, amikor gyakorlatilag majdhogy nem kataton állapotban telt az életem, mert hogy azt éreztem, hogy nincs hova, tehát hogy ez a dolgom, hogy miért nem adja miért nem meg értitek? A jó Isten nekem azt a lehetőséget, hogy én tudom, nincs más dolog. Mindjárt be fogsz, nem itt, hanem majd ott mindjárt a lámpán. Mindjárt be fogok fordulni, igenis. És hogy ez miért, hogy nem értettem, hogy akkor mit csinálok rosszul, vagy hogy ennyire elhiszem azt, hogy nekem ezzel van a dolgom, és közben úgy, hogy a Pincesziházban, mikor felvételiztem,
23 éves, vagy 20, vagy 20, 23 éves igen, koromban, hát katasztrófa, tehát bűnrossz volt, tényleg bűnrossz. Én nem értem, hogy miért vettek föl. Tehát, hogy azért, mert valaki egyszer meglátta benned, hogy az a dolgod. Biztos igen. Volt egy pillanat. És tudod, akkor ilyenkor, amikor elkezdem így visszatekerni, hogy hogy vannak a pillanatok, néha... Tessék, ott van a bemutató plakátja a pillanat felé. Igen, jó, okay. És hogy... hogy a sorsszerűség, tehát nem tudom kihagyni néha azt, hogy épülnek egymásra dolgok, meg a döntések. Hogy akkor, ha én nem úgy döntök, akkor, ha a következő pillanatban nem úgy döntök, ha akkor, tehát, hogy érted, és így viszem végig, szoktad akkor nem ez végig, van. Végig szoktad bontani, igen, hogy mi lett volna, igen, ha? Igen. Azért ez veszélyes játék is, igen, tud lenni. Igen, és közben ezért hiszek a fegyelemben, és bízom abban, hogy rettenetesen fontos a munka magunkon, és az, hogy pontosan el tudjuk különíteni azt, hogy mi bennünk a félelem, a frusztráció, a remény, a hazugság, a gyávaság, hogy ezért fontos, hogy az ember saját magát dolgozza, hogy tökéletesen tudja, hogy egy pillanatban, amit szeretne, az valóságos vagy illúzió. És szerintem ez csak azon múlik, hogy tudd, hogy ki vagy. Ez egy megállás nélküli munka. Mert fölrobbant mellettem egy bomba, és gyakorlatilag tele van a fejem repeszekkel, ez a lábam, ez teljesen szétment. És arról láttam egy videót, amikor már kivagy. Igen. És az első jelenetben a Zoli, aki a férjem, ő hoz haza. Lia, neked én most innen elköszönök, hogy ne kelljen megszakítani a munkát. Köszönöm, jó? Beszélünk. Jó munkát. Hogy bírod? Ügyes vagy. Ja. Itt szólnál egy kis italhoz, mielőtt... Aj, imádnám. Kell, hogy legyen itt egy kis viszi. Ura. Mi? Itt lenni. Gondolom. Ne, senkivel nem akarok beszélni. Richarddal sem akarok. Basszus, tényleg kérte, hogy hívjam fel, amikor leszállt. Majd reggel felhívod, meg fogja érteni, volt el egy dolgot. Egészség. Elrontottak valamit? Vagy ez így nem. Volt kitalálva? Vagy mi nem, volt ez? Nem, valaki a bíró mellé fújt. Befújt a bíró egy bundát. Tehát véletlenül kirúgtak? Igen, azt hiszem, igen. Az ember nem ül bele másnak műsorába. Mondjuk ezt ki, jó? De Jenő? Mi van a Jenőben? De a katona igen, 30 éve ellenzékben van. Olyan szempontból, hogy amikor azok az emberek, akik most hatalmon vannak, azokon a lépcsőkön ültek. Csak akkor a kommunistákon lehetett nevetni. Kudarcot vallottál? Bizonyos dolgokban kudarcot vállottam, és ezt fel kell kötni, során kell állni, és nem kell. Jó, azon gondolkoztam, hogy ha te angol nyelvűnek születsz, akkor ki lehettél volna? Én ez egy párhuzam? Ez igen, most igen. Ez az, amikor kedves vagyok. Mi jelent, amikor nem? Tényleg nettó szemétség volt. Az nettó, persze, ez egy nettó addiction. Persze, ilyet normálisan nem csinál. Dehogy voltunk jó, tele volt hibával, szörnyű volt, vállalhatatlan nézett ki. Persze, mert nektek a Lajos kiadja, hogy nektek erről beszélni kell, nem adja ki. Én nem titeket szoktanak hallgatni. Reggel semmi bocsánat, baj. Vagy nem bocsánat, ez van. Ha szeretnél feliratkozni a vmn.hu YouTube csatornájára, akkor kattints ide.